Zsuzsa azok közé a többször is nagy díjjal kitüntetett magyar színészek közé tartozik, aki végül is úgy döntött, hogy nem lesz színész. Na most a véletleneken sok múlott, azt szeretném, hogyha ugye az első filmje az Árvácska volt, akkor Zsuzsa mindössze 7 éves volt, hogy kezdődött ez a dolog? Hát, hogy én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hogy az élet mennyi, én hiszem azt, és mindig azt szoktam mondani, hogy azért vannak dolgok, amiknek meg kell történnie velünk, és az, hogy erre a pályára egy kicsit rátévedtem, ennek meg kellett lenni. Hiszen az Árvácska volt az első filmem, és hát Ranódi László Tanyasi iskolákba kereste 5 éven keresztül a gyerekeket. Az adatokat csak azért említem meg, hogy mégis mennyire nagy szerencse, hogy én lettem, és 5 éven keresztül 5000 gyerek közül talált meg tulajdonképpen engem, úgy, hogy én előtte való héten nem is voltam iskolába. Én azonnal héten mentem, és aznap mentem először Tanyasi iskolába, amelyik nap a Ranódi Laci bácsék jöttek, és keresték a gyerekszereplőket. Tehát, hogy nekem akkor ott kellett lenni. És hát megtalált. És aztán utána azért nem volt annyira egyszerű, mert nagyon-nagyon sok próbafelvételen keresztül kellett megküzdenem a főszerepért, de hát azért a végére csak sikerült. És hát tulajdonképpen így indult el az én rögös pályám. És utána a másik, aki felfedezett, az is véletlen volt, vagy az már az Árvácska miatt az nem lehetett véletlen, ugye Mészáros Márta, aki az Új Kettemben szerepeltetett először. Az vele való kapcsolatod kezdetéről, illetve hát aztán majd eljutunk a máig is, A Márta akkor készített az Árvácska bemutatója után a következő filmjét, ami az Ők ketten volt, Jan Novickival és Monori Lili főszereplésével. És akkor őneki kellett egy fiú szereplő, hiszen erre volt írva eredetileg a forgatókönyv. De látta az Árvácskát, és akkor azt mondta, hogy hát akkor ő már nem keres fiút, akkor jó lesz ez a lány neki. Ha az Árvácskát el tudta játszani, akkor az ő kis filmjében epizód szerepem volt, akkor én arra tökéletes leszek. És tulajdonképpen én a Mártát val akkor az első forgatási nap találkoztam, hiszen ő nem csinált se próbafelvételt, semmit, nem is találkoztunk előtte, és akkor az első forgatási nap az volt, hogy egy Kovács Kati énekelt, egy bulizós est volt, és az volt a feladatom, hogy a szülőket valahol a tömegbe meg kell találni. Hát azért, aki egy kicsit járatos a forgatásokon, az tudja, hogy azért végigmenni nagy felvételek, sok statisztával azért az, és ez egy éjszakai felvétel volt. És akkor mondták, hogy jó, akkor kezdjük, mire ez a gyerek végigmegy ezen a 200 méteren, és ez mire oda talál, mire, és hát, és akkor bejelölték nekem az irányt, hogy merre kell menni, és így az első próbán, úgy, ahogy végig kellett menni, és ahogy meg volt írva, azt én úgy végiggyalogoltam. És akkor mondták a Mártáik, hogy ez nem létezik. Gyorsan vegyük fel, addig, mert ez még egyszer ilyen biztos, hogy nem lesz. És gyorsan. És akkor másodszorra is ugyanúgy végigmentem, és harmadszorra. És akkor, tehát ez volt az első, hogy rácsodálkoztak, hogy tulajdonképpen én addig megtanultam az Árvácska alatt a gépet, a kamerával való közös munkát, és valahogy éreztem mindig, és akkor így indult el tulajdonképpen a mi nagy barátságunk és a nagy szeretetünk egymás iránt. És az Ők ketten után már akkor közvetlen írtak a Korodi Ildikóval az Olyan, mint otthon című filmet, amit már kifejezetten rám, meg a Jan Novickira írtak, és akkor 11 éves voltál, ugye? 10-11 körül, igen. Úgyhogy az már akkor ott elég feladat volt.
Az Ávecskával kapcsolatban még csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ott, mert valahol nyilatkoztad, hogy a Sára Sándor is például nagyon sokat segített neked, meg hát most így eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy az Ávecska alatt megtanultál a kamerával mozogni, hogy ezt egy ilyen kicsi gyereknek mire emlékszel? Tehát, hogy ez neked nem volt akkor egy teher, hogy ott mindenfélét, vagy játéknak gondoltad? Én azt hiszem, így visszagondolva, hogy én nekem ez egy kaland volt az Árvácska. Akkor én azt úgy éltem meg a tanyasi iskolából és a tanyasi körülményekből kiszakadva, hogy, és ott engem mindenki imádott. Tehát az nagyon nagyszerű élmény volt, mintha egy táborba lettem volna, hogy vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, és akkor azt én úgy mindent jól tudtam, hiszen nagyon profi emberekkel, Anodi Laci bácsi, Sára Sán, tehát nagyon profi emberekkel tudtam akkor én dolgozni, és hát tulajdonképpen valamilyen szinten azt mondhatom, hogy biztos, hogy kameraérzékeny voltam alapból. És erre egy kicsit rádolgoztak, kicsit tanítgattak, hogy kell járni, hogy kell mozogni, melyik jelenetnél mekkora mozgás fér bele, milyen mekkora snittek, tehát szóval ezekre tud mindent, úgyhogy jó tanáraim voltak. És hogy emlékszel arra vissza, hogy mondjuk még az első napló előtt mondjuk, amikor már azért néhány filmben szerepelt, és őt főszereplő voltál, akkor eszedbe jutott, mint kislány, hogy te színésznő leszel? Nem, én minden szerettem volna lenni, csak színésznő nem. Én akartam operatőr lenni, akartam sminkes lenni, akartam fodrász lenni, én minden akartam, csak mert azért azt azért tudni kell, hogy azért bizony 8-10-12 órát dolgozni, és hát a forgatás az olyan, hogy van 2 óra hossza ülés, meg világítanak, meg semmittevés, akkor úgy szépen leül az ember, akkor próbálnak egy kicsit, akkor valahogy észhez tér, főpörög, akkor elkezdődik a munka, és aztán még egy kicsit várunk, még egy kicsit erre, most arra, most újra világítanak, új, és hogy akkor, amikor azt mondják, hogy igen, felvétel, akkor kell a legjobbat hozni ki az emberből, tehát azért az egész nap azért egy olyan állapot, ahol mindig készen kell arra lenni, hogy felvétel, és akkor azért ez valamilyen szinten természetesen fárasztó is ugyanakkor persze. Az olyan, mint otthon és a napló között, ugye 78-82-től 4 év telt el, közben te nem voltál, illetve voltál 2 Jancsó filmben, azt hiszem. Esetleg, hogyha a Miki bácsiról, amire emlékszel, kislány voltál, és hát az ő forgatásai, azok milyenek voltak neked? Tulajdonképpen ez úgy alakult, az első naplóig, első osztályos koromtól kezdve, én nekem minden évben volt egy filmem. Tehát pont úgy jött ki, hogy minden évre jutott egy film. És utána kerültem természetesen a Miki bácsihoz. Ő neki is kellett egy gyerekszereplő, ővele se találkoztam előtte, és ővele is az első forgatási nap volt az, amikor kint találkoztunk, és hát ő is egy bűbájos ember volt, és ővele is nagyszerű volt dolgozni. Ő neki ugye más munkafolyamatai voltak, sokkal hosszabbak voltak a snittek. Ez már akkor egy kicsit fura volt nekem, mert ugye egyébként minden ilyen 1-2 perces, tehát ilyen nagyon rövid jelenetek szoktak lenni, és ő meg azért 8-10-12-15 perces jeleneteket is fel tudott venni, és hát az egy egész más, de ő is egy nyugodt, egy kiegyensúlyozott, ő is tudta, hogy mit akar. Nekem nagyon-nagyon nagy szerencséjeim voltak a rendezőkkel, én azt kell, hogy mondjam, így visszatekintve. Tehát, hogy én mindig olyanokkal dolgoztam, akik mindig tudták, hogy mit akarnak, és mit várnak el egy színésztől. Van, aki ezt szereti, van, aki ezt kevésbé szereti. Én nekem gyerekfejjel ez nagyon jó volt, hiszen nem kellett kitalálnom a dolgokat, hanem elmondták, hogy mi az elvárás, és azt kellett megcsinálni. Úgyhogy én nekem ez miatt nagyon nagy szerencsének is tartom. És aztán hát csupa jó emlékem van természetesen, mert mint a forgatásokról is, és aztán utána nyilvánvaló, hogy azért a Mártának a nagy családjához egy picit hozzátartoztam, és azért egyéb alkalmakkor azért volt alkalmam a Miki bácsival találkozni. Hát egy végtelenül okos, intelligens, hát csak olyat tudok mondani, amit mindenki tud, és hát végtelenül sajnálom természetesen, hogy ez történt.
akkor egy kicsit menjünk most a Márta, illetve a naplókhoz, mert hogy most itt sajnos csak az elsőt fogjuk majd látni, de majd lesz rá alkalom úgy is, meg hát utána a televízióban is azért néha előfordul, hogy vetítik. Tehát amikor a Márta, ugye ez annyit lehet tudni, hogy ez nem könnyen készült ez a film, mert hogy olyan a témáról szólt, tehát az oroszokkal való kapcsolatról, ami akkor az egyik legfontosabb tabu volt. Na most, mikor vont be téged a Márta, mikor döntött el, hogy te leszel az ő alter egója, tehát a filmjének a főszereplője, hogy alakult a ti kapcsolat, illetve hát, hogy elmondta, mesélt neki, mert neked ő a saját életéről, a szüleiről, a Szovjetunióban, tehát hogy építetted föl benned, vagy te magadba ezt a Julit? Hát ő is nagyon sok időt eltelt, tehát nagyon hosszú idő volt az, mire ő ezt el tudta készíteni. Odáig eljutott, hogy egyáltalán elkészítheti ezt a filmet. És addigra én pont az a korosztály lettem, 14 éves, kamasz lány, lázadó, ellentmondás nem tűr, és majd látni fogjátok a filmbe. Mire ez a korosztályt él? Ez pont valahogy szerintem, ez csak egyszerűen így alakult, így hozta az élet. És én nem emlékszem rá, hogy a Márta akkor csinált volna velem próbafelvételt. Beszélgettünk, és hát nyilván természetesen, hogy az ő életéről előtte is, a forgatások alatt is, ezekről a történelmi dolgokról, és mint ugyanúgy, ahogy a Laci bácsi is, hogy ezek számomra annyira messze voltak még akkor az én tudásomtól, hogy nyilván, hogy mindent csak beszélgetések alapján tudott elmélyíteni bennem, vagy megértetni velem. És erre azért azt gondolom, és így visszatekintve, minden rendező mindig szánt rá elég időt, hogy engem felkészítsen ezekre a dolgokra. És akkor közben ugye 16 éves korodban történt egy fontos változás az életedben, ami egy nagyon fontos döntés volt, hogyha ezt gondolom, hogy ezt mindig el szoktad mondani, és ez tényleg fontos valószínűleg abba is, hogy nem lettél színész. Igen. Igen, jött az első szerelem, és aztán, mint ahogy ez nagyon sok fiatallal előfordul, terhes lettem. És hát első gondolatban én annyira nem voltam boldog, de az a döntést hoztuk meg, hogy a Tamás nevű fiamnak meg kell születni. És aztán igen, ez azt hiszem, hogy mondhatom, hogy szinte az egész életemre, mint minden anyukának egy felelősségteljes döntés volt, amit én akkor azt gondolom, hogy a felelősséget én akkor még, amikor terhes voltam, nem éreztem. Akkor éreztem, amikor megszületett a Tamás, hogy ott vagyok éppen, hogy 17 éves, és van egy pici baba a kezembe, és akkor erről most gondoskodni kell. Hát nem volt egyszerű. És akkor nagyon leírtak a szakmába. Tehát hogy ezt nem lehet. Holott azóta is történt már a történelem, és a színésszel is történt, de mivel az én családi hátterem, az én szüleim elváltak, anyukám nevelt bennünket, szegények voltunk, nem volt olyan lehetőség, hogy utána tovább tanuljak. Megszületett a gimis voltam akkor, megszületett a Tamás, ott hagytam a gimnáziumot, és hát főállású anyuka lettem. És akkor nagyon pár évnek el kellett telni ahhoz, amikor a Márta elkezdte, utána csinálta 87-ben, akkor a második. Mikor született a Tamás? 83. És akkor mivel, és nem is volt közte semmi, hanem csak ilyen nagyon negatív újságcikkek jelentek meg, és akkor én úgy egy kicsit bezárkoztam, és el is vonultam. Tehát nem akartam én bizonygatni senkinek se, hogy jó vagy rossz döntést hoztam.
És akkor úgy elzárkoztam, de a Márta csinálta a napló második részét, és akkor úgy le akarták a Mártát beszélni róla, hogy ez a gyerek már nem lett gyerek, ez már felnőtt, ez már biztos nem tehetséges, most már azért színésznővel kellene eljátszatni, mert hát ez mind a három naplónak a női főszerep, ez komoly női főszerep, és akkor egy nagyon, és akkor közben, míg én megszültem a Tamást, a Márta nem volt itthon, Amerikában élt akkor, tehát nem is volt kapcsolatunk, és akkor egy picit elbizonytalanították. És annyit kibírtak belőle erőszakolni, hogy legyen próbafelvétel. És akkor én megjöttem, és akkor nagyon örültünk egymásnak, és akkor hát ott valami kis a Kútvölgyi Zsikével volt valami kis próbafelvételünk, és akkor hát én tudom, emlékszem rá, hogy egyszer vagy kétszer vettünk fel egy jelenetet, már most nem tudom, hogy melyik lehetett, és akkor csak azt hallottam egyszer, és mindenről én nem tudtam természetesen, hogy mi folyt a hátam mögött, és akkor egyszer csak azt hallom a kamera mögül a Mártától, na ugye megmondta, menjetek ti a picsába, és azért is a Zsuzsi fogja eljátszani a főszerepet. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő volt az egyetlen, aki akkor adott helyzetben bízott bennem. És az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat jelentett. Ez is egy egész életre való energiát adott ahhoz, hogy tényleg ezt olyan emelt fővel tudjam végigcsinálni az életemet. Az nekem fontos volt és jó. Tehát a főiskolára se akartál volna. És aztán, amikor már a második részét forgattuk, akkor a film forgatás végén, akkor a Márta mondta, hogy hát azért csak jó lenne, hogyha színésznő lennél, hát azért csak könnyebb életed lenne, mint csirkéket boncolni egy gyárba, meg nem tudom én milyen munkákból eltartani a gyereket. És akkor tulajdonképpen beküldték az addigi munkáimat, akkor még főiskola volt, és hát akkor a szakmai múltra való tekintettel felvettek a főiskolára. És akkor hazamentem, és szembesülnöm kellett azzal a helyzettel, hogy tulajdonképpen nem tudom megoldani. Nem tudom hova tenni a gyereket, és nem tudom, mert akkor már a párommal, az akkori párommal már akkor nem igazán működött a család, és egyedül vagyok, és nem tudom eltartani a gyerekemet, ha én főiskolára megyek. És azt a döntést, és nem mondom, hogy könnyű volt, meg az se, hogy jó, és az se, hogy nem szerettem volna. De egyszerűen megértettem azt, hogy a helyzet azt hozza, hogy én vállaltam ezt a gyereket, és ameddig csak élek, nekem ő a legfontosabb. És az így van most is, természetesen. És aztán hát meg kellett köszönni a Mártának, hogy közben járt az érdekembe, de én nem tudom ezt a 4 évet úgy bevállalni, hogy én nem dolgozok, és nem keresek pénzt, és nem tartom el a gyereket. Hiszen eddig nagyon sok jó filmbe és főszerepeket játszottam, de hát az Árvácskáé kaptam 8000 forintot, akkor a, mit tudom, a Napló első részé 120000 forintot, tehát hogy akkor olyan kevés pénzeket tudtak fizetni, és akkor még működött az, hogy ha valakinek nincs papírja, hivatalos papírja, akkor nem lehet tisztességes gázsit fizetni neki. És aztán egyszerűen tudomásul kellett vennem, hogy az életem nekem más diktál. És akkor nem mentem a főiskolára. Hát mondjuk a Márta azért hű maradt hozzád. Igen. Ő mindig utánam nyúl, amikor mindig már süllyedtem lefele, akkor ő volt az egyetlen személy az életemben, aki mindig utánam nyúlt, és mindig azt mondta, egy-egy pár mondatta, hogy majd megoldod, anyukám. És hát az utat, tehát még színpadra is elvitt téged, mert az milyen volt a színpadon, a kabirja éjszakáiba
Hát az dolgozni. Most volt két éve. Igen. A Márta rendezett itthon a Karinti Színházba, és a Gabiria éjszakáit, és akkor hát ott volt az első. Természetesen mindig érdekes volt számomra, és mindig egy kíváncsiság volt, hogy mindig a színészek azt mondják, hogy a színpad, az a színésznőnek a színpad. És persze benne volt ez, hogy vajon mit tudhat az a színpad, ami olyan varázslatos. És egy epizód szerepem volt benne. Hát nagyon érdekes volt az egész próba folyamat, hiszen minden egész más, mint egy filmkészítés, és az a heteken keresztül próbálni, és aztán utána ott a nagy közönség, és azelőtt nem összehasonlítható semmilyen körülmények között, azt gondolom, hogy a film az természetesen az én szívem csücske. De nem, tehát jól érezted? Természetesen. Az is egy kirándulás volt számomra, egy más világot megismerni, és hát nagyszerű színészekkel játszottam, és nagyon jó érzés volt, és pozitív természetesen. És mások, mert azt tudom, hogy van egy, nem jut most eszembe a neve, mert én nem láttam, ez az amerikai Rapszódia, amiben Nastassja Kinskyvel játszottál együtt, de ezt nem láttam, de azért voltak más felkérések. Igen, is. Igen, hát hogyne. Igazából nem lehet ezt megfejteni, hogy mitől válik valaki egy egészen sikeres pálya múltat maga mögött, és mi az, amikor mindig jönnek, nagy dolgok jöttek az életembe, és nem gondolom, hogy időnként nem éltem a lehetőségekkel, hiszen csak egyszer mondtam nemet a főiskolára. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy boldogabb ember lennék ezen a pályán, hogyha arra mentem volna, de hát ezt sose fogjuk megtudni. Kecskeméti Színházban nem hívtak soha? Soha. Ez soha. Érdekes, hogy ott soha. Nem fedeztek, tehát a város, ahol élsz, meg nem. Ott nem. Nem, az sose. Nem. Hát nem tudom, hát az a baj, hogy ugye a Mészáros Márta is most nem tudom, mikor fog. Szeretne, tudom, hogy szeretne csinálni. Filmet meg megvan a terve, de abba lennél? Nem beszéltetek természetesen. Róla, de biztos, hogy van benne neked való szerep. Mert hogy azért nagyon sokszor dolgoztunk együtt, és olyan filmekben is, ami már utána nekem nem főszerep volt, de azért ahhoz, hogy egy kicsit dolgozzak, egy kicsit kikapcsolódjak a hétköznapokból, ez azért mindig vitt magával, és hát ezért egész életemben állás leszek. Viareggio-ba te kaptad a legjobb női főszerep díjat, azt hiszem 90-ben, és azt a Fellini adta volna át. Igen. És akkor ott nem voltál sajnos. Ott se nem. Teheránban akkor még picike voltál, mondjuk 90-ben valószínűleg Viareggio-ban már. Mert ott nem gondolta senki. Hát a Naplói, itthon is megkaptam a legjobb női alakítás díjat egyébként. De hát azért mégis Olaszországban, hát azért azt nem gondolták volna, hogy majd pont a Cinkóci kap a Fellinit, egy nagy díjat. És hát nem mentem. Hát nem is hívtak, és nem is volt természetes, hogy visznek, és akkor még nem voltak mobiltelefonok, meg semmi, vezetékes telefon is az utca sarkán volt, ahonnét el tudtak érni, küldtek egy táviratot, és akkor én telefonáltam, kimentem az utca sarokra, és onnét tudtam telefonálni. És reggel kiderült, mert a Márta ott volt, és ő vette át a díjat, és reggel kiderült, hogy tulajdonképpen én kapom meg a legjobb női alakítás díjat, és ő próbált intézkedni, hogy valahogy szedjétek össze a Cinkócit, és hozzátok ki, de ez túl rövid idő volt ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen. Úgyhogy igen, voltak nagy dolgok az életemben, mondhatom azt, igen. Tehát nem bántad meg a döntéseidet, illetve tulajdonképpen azért ez fontos volt, ez az, amit elértél, mint színésznő.
Tehát, hogy ugyanakkor meg nem bántad meg, hogy mégis úgy. Én azt gondolom, hogy ha nagyon... persze lehettem volna, és élhetnék könnyebben, és kereshetnék több pénzt, és sokan elmondhatjuk ezt. Összességében természetes, hogy nem bántam meg a döntéseimet, hiszen van egy gyönyörű gyerekem, és mit lehet azon megbánni, hogy ha nem tudja az ember hova tenni a gyereket, és dolgozni kell. Hát ezen nincs mit megbánni. Ennek az életnek, ennek így kellett lenni. És aztán, amikor arra gondolok, hogy tulajdonképpen ezzel a közel 30 magyar és koprodukciós játék és tévéfilmekkel annyi mindent kaptam, és olyan nagy dolgokat, és olyan emberek elismerését, és olyan színészekkel játszottam, hogy most nagyképűség nélkül mondhatom azt, hogy az országban nagyon sok ember nem játszott azokkal a színészekkel, és nem dolgozott, és nem kapott annyi elismerést, mint amennyit én kaptam. És tulajdonképpen az, ha azt mondom, hogy az Árvácska és a három napló is, az maradandó értéket hagytam, közösen természetesen, de egy maradandó emlék az utókornak, és ezt az idő bebizonyította, hiszen az Árvácskát 35 éve vetítik folyamatosan. Tehát, és ugyanez lesz a naplókkal is, és ez nagyon jó érzés. És akkor azt mondom, hogy ezeknek mind részese voltam, nagy részese voltam, akkor én nekem nincs miért rosszul érezni magamat a bőrömbe. Egyetért, azt is olvastam valahol, hogy a Márta azt mondta rólad, mikor megkérdezték, hogy mit gondol rólad, azt mondta, hogy vele rend, minden rendben van, benne rend van. Mert úgy élem az életemet, hogy tudom, hogy mi az, aminek ott a helye, mikor van ott, és hogy kell, és hogy kell megélni a jót, és hogy kell a rosszból felkelni. És igen, azt hiszem, hogy azért lelkileg azért nagyon hasonlítunk egymásra, hiszen azért mind a ketten a magunk útját megjártuk, és erősek vagyunk.